Köszöntjük Önöket, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk Perjési Tamás kollégámmal, én Zavaros Eszter vagyok, és ez pedig már a napindító. Köszöntjük itt a stúdióban Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt, jó reggelt kívánunk. Kezdjük csoklom, jó reggelt kívánok. Még ezenben a pillanatokban is tart az Európai Uniós csúcs találkozó és a nukleáris csúcs találkozó. Orbán Viktor miniszterelnök ugye beszélni fog 7:30-tól, tehát gyakorlatilag egy perc múlva elindítja ezt a fajta beszédét. Mit fog elmondani a miniszterelnök, és milyen döntések születtek eddig? Gyakorlatilag arról van szó, hogy európai csúcs megtárgyalja mindazt, ami létfontosságú. Miről van szó? Ukrajnáról, milyen támogatást kap, mi Európa véleménye, kölcsönök felvétele, Európai Unió bővítése, és nagyon sok egyéb dolog, ami jelenleg a csúcson szóba jön, ami európai jövőjét meghatározza. Hihetetlen érdekesek voltak előjátékok, Macron nyilatkozott arról csapatokat küldeni, ezt később módosította. Nagyon érdekes volt számomra, hogy tegnap az orosz parlament alelnöke Tolstoj, aki tökéletesen beszél franciául, adott egy interjút a francia sajtónak, hogy eddig 500-valahány orosz küldtek, Oroszország ellen harcoló francia jelent meg Ukrajnába, ezek körülbelül a felét már legyilkolták, tehát nagyon-nagyon kemény az idézőjelbe előjátéka ennek a csúcsnak, de eddig összhangban, eddig egyetértettek mindenben, többek között Bosznia-Hercegovina potenciális felvételében. Bontsuk akkor ki ezeket, és majd mindjárt kibontjuk azt is, hogy Bosznia akármikor lehet majd EU tag, mert ugye ez mindig érdekes, hogy megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat, de ebből mikor lesz tényleg majd valaki Európai Uniós tag. Kezdjük azzal, hogy most milyen álláspontok vannak jelen pillanatban Ukrajna támogatását illetően? Gyakorlatilag különböző álláspontok vannak. A Zelenszkij habzó szájjal azt követelte, hogy a orosz vagyont, ami nyugaton van, vegyék el és adják át Ukrajnának. Most ennél elvtelenebb dolog azért kevés van a történelemben. Az Európai Unió egy olyan kompromisszumot próbál csinálni, hogy a orosz vagyon hozadékát, kamatait, egyebet kapja meg Ukrajna, ami ez megint túl sok köze nincs, de ezt még úgy el lehet magyarázni. Ez Zelenszkijnek kevés, de ez úgy néz ki, hogy egy kompromisszum eredménye lehet, hogy ez mit szólnak az oroszok, az egy más kérdés. Erre eddig azért a történelemben gyakorlatilag nem nagyon volt példa. Tehát ez az egyik. A másik, hogy szóba jött az, hogy hogyan lehet segíteni Ukrajnát. Ukrajna bejelentett, hogy neki nincs szüksége nyugati csapatokra, ez érdekes volt. Ez válasz volt Macronra. Macron pillanatok alatt lemondta kijevi útját, és közölte, hogy majd akkor megy ki ebbe, ha egy eredményeket tud felmutatni. És a ukránok bejelentették, hogy ők lőszert kérnek, pénzt kérnek, és drónokat kérnek. Ez is érdekes. Hát jelenleg ott tartunk, hogy hivatalos Európai Uniós adatok szerint 7-szeres a lőszert fölhasználásba az orosz túlsúly Ukrajnával szemben. Kimutattak napi felhasználást, ott 5-szörös volt, 2000 lőszert lőtek ki naponta az ukránok, 10 000-et az oroszok, tehát egy elképesztő fölény van a frontokon Oroszország javára. Ugye Ukrajna nagyon régóta emberhiánnyal küzd, különböző mozgósítási videókat szoktunk gyakorlatilag napról napra megnézni, ahogy lasszózzák össze az embereket nyilván a harctérre. Miért van az, hogy Volodymyr Zelenszkij akárhányszor lehetőséget kap arra, hogy elmondja, hogy mit szeretne, soha nem említi az emberhiányt, és soha nem kér embereket és katonákat a frontra? Egyrészt most jelentette, hogy a 500 000-es mozgósítás, amit eddig meghirdettek, nincs rá szükség. Másrészt abból indul ki, hogy olyan nyugati támogatást kap lőszer egyéből, hogy a orosz túlsúlyt ellensúlyozni tudja, nem tudja. Másrészt folyamatosan szembe kerül a saját katonai vezetésével. Zelenszkij állandóan azt mondja, hogy támadni kell, a katonai vezetés azt mondja, hogy több lépcsős védelmi vonalakat kell kiépíteni, a kettő teljesen más. Az eddigi ukrán főparancsnokot leváltották, majd pillanatok alatt közölték, hogy katonai tevékenységre alkalmatlan, és teljesen szabálytalanul elküldték Londonba nagykövetnek. Tehát Zelenszkij nem akar nyugati csapatokat, mert akkor a nyugati csapatok látják, hogy mi folyik Ukrajnába, elnézés, hogy csalnak, lopnak, hazudnak, zárja a túloldalon is, csak én mindig elmondom, az oroszok a saját költségvetésükből lopnak, az ukránok pedig Japántól, USA-tól, Európától, tehát egy picit más a helyzet. Rendkívül érdekes a ukrán helyzet, rengetegen menekülnek el, ön azt mondja, lasszóval fogják a csapatokat, ez azt jelenti, hogy nem akarnak az emberek elmenni katonának, ez azt jelenti, hogy a hadsereg morálja mélyponton van. Egyeztetett egymással az ukrán főparancsnok, illetve a francia vezérkari főnök is. Így van. Korábban a francia vezérkari főnök arról beszélt, hogy tulajdonképpen kevesebb, mint egy hónap alatt képesek lennének 20 000 katonát mozgósítani, hogyha kell. Hogyha Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arról beszél, hogy nincs szüksége nyugati csapatokra, nyugati katonákra, akkor miért erőlteti mégis valamilyen szinten ezt a narratívát Emmanuel Macron, francia elnök, vagy miért merül ez föl folyamatosan, és adott esetben mondjuk balti államok ki is állnak-e mögött?
mert abból indulnak ki, hogy Oroszország nem áll meg az ukrán határoknál, ez egyszerűen butaság, hogy Oroszország bemegy a Baltikumba. Ma reggel még átnéztem elég sok különböző nyugati anyagot, abban benne volt, hogy hány óra alatt foglalnál a Baltikumot, ez megint butaság, hát a Baltikum megtámadása 5. székely alapján automatikusan a 3. világháborút jelentene, de Macron úgy érezte, hogy át kell venni a vezető szerepet Európában Németországtól. Németországban 3 párti alig működő kormány van, és az egyik javaslata az volt, hogy küldjünk oda csapatokat. Ezt azonnal elvetették a németek, a britek, az amerikaiak, a NATO főparancsnok, de ahogy ön mondja, támogatták a lengyelek, a baltiak. De lehetséges az a forgatókönyv, hogy egyszer csak lesz olyan ország, aki csapatokat fog küldeni Ukrajnába? A válaszom az, hogy elvileg remélem, hogy nem, de ha megnézem azt, hogy 2 évvel ezelőtt mit mondtak a németek, hogy rohamsisakokat és védőmellényeket küldünk, majd 1 évvel később már harckocsikat küldtek, akkor azt kell mondani, hogy ez a háború olyan mértékben eszkalálódik, hogy semmit nem lehet kizárni, de van egy pont, aminek teljesen más jellegű következményei lesznek. Ez már az a pont lenne? Ha csapatokat küldenének, igen. Tehát azért egy dolog, nem tudom, magyar sajtóban lejött-e, az orosz parlament egységesen felszólította a Bundestagot, a német parlamentet, hogy ne küldjenek Taurus rakétákat, mert a Taurus rakéta a háború új minőségi szakaszát jelenteni, a németek eddig erre nem is voltak hajlandók. A franciákat nem szólította föl, hiszen az államfőnek volt egy kinyilatkozása, de eddig semmi nem következett, majd a Macron fokozatosan visszakozott, csak azzal a sajtó kevésbé foglalkozott. Még egy pillanatra Macronnál maradjunk. Neki miért jött ez az ötlet, hogy csapatokat kéne küldeni Ukrajnába? Macron teljesen mást képviselt előtte. Mert előtte úgy érezte, hogy próbál Putyinnal egyezkedni, ez nem jött össze. Most azt próbálja elérni, hogy Franciaország legyen Európa vezetője, Oroszországot kinyomni, Egyesült Államokat perifériára tenni. Ezek zseniális elméletek, csak ez nincs meg a francia erő. Tehát én nagyon sokszor elmondtam, hogy De Gaulle-nak voltak ilyen elképzelése, hogy ő vezeti Európát, és amikor amerikaiak jöttek, hogy mi lesz a németekkel, akkor azt mondta, baj van, egyszerűen megszálljuk őket. Én aztán ledöbbennek, amikor ezeket a dokumentumokat olvastam, és akkori amerikai elnök Lyndon B. Johnson azt mondta, hogy Franciaország próbál olyan erősnek látszani, mint amilyen gyenge. Ez ma is igaz. Hogyha eszkalálná a helyzetet mondjuk Emmanuel Macron francia elnök ezzel, hogy küld nyugati csapatokat, akkor erre már sor kerülhet akár a párizsi olimpia előtt, vagy az után lenne. Kérdezem ezt azért is, mert ha visszatekerünk egy picit az időben, akkor 2014-ben a Szocsi téli olimpia után rendelt el azokat a műveleteket Vladimir Putyin, amikkel megkezdődött tulajdonképpen, vagy folytatódott ez az egész konfliktusot ugye az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. És ugye legutóbb, amikor pedig 2022-t írtunk, akkor pedig a pekingi téli olimpia volt az, amit megvártak, és csak utána történt az, ami történt. Itt most ugye egy olyan szituációban vagyunk, amikor lehet eszkalálni ezt a helyzetet, és akár még egy elemelni a tétet ebben. Ez például az olimpia, hogy pont Párizsban, Franciaországban lesz, ez befolyásolja, hogy mondjuk ezt megvárja Macron, és utána pedig esetleg úgy döntenek a franciák, hogy akkor legyen. Amit ön mond, teljesen logikus, de van egy probléma. Az előző szituációkban az nem jelentett világháborút, ez azt jelenteni. Tehát itt nem eszkalálná válságot, hanem úgy kiterjeszteni, ahonnét nincs visszaút. Tehát Macronnak azért kell, hogy legyenek olyan szakmai tanácsadói, akik közlik, hogy a francia csapatok odaküldése azonnali világháborús helyzetet jelent. Most azt, hogy oroszok jelentették a Medvei napi hülyeségeit, mondja ő is, hogy a odaküldő csapatokat megsemmisítik, ez a PR része. De az, hogy francia csapatokat, mint reguláris csapatokat bevetnek az orosz-ukrán fronton, mindegy, hogy azt mondom, hogy kiképzők, kírszázők, stb. Ez azt jelenteni, hogy a francia állam beavatkozott, a NATO beavatkozott. Most is ott van a NATO, csak nem így hívják, azt oda mentek önkéntesek. Oroszok tökéletesen tudják, hogy ez nem igaz, de kettőt nyelnek és nem vitatkoznak. De a Franciaország reguláris csapatokat oda küld, arra nem lehet azt mondani, hogy önkéntesek voltak. Nógrádi Jőnek most köszönjük szépen. Folytatjuk a napindítót 8 órától, akkor is tartsanak velünk, továbbra is elemezzük az orosz-ukrán, illetve izraeli háborúkat, és kiemelten kezeljük az Európai Uniós csúcs találkozót, úgyhogy várjuk Önöket vissza. Jó reggelt kívánunk, 8 óra van, itt vagyunk Perési Tamás kollégámmal, én Zavaros Eszter vagyok, és köszöntjük a stúdióban Nógrádi Jőrt, biztonságpolitikai szakértőt. Jó reggelt kívánok! Köszönöm, jó reggelt kívánok! Továbbra is az orosz-ukrán, illetve izraeli háborúkkal kiemelten foglalkozunk, és még mindig tart az Európai Uniós és nukleáris csúcs találkozó. Jöjjön most a háborús összeállításunk.
Többen megsérültek Kijevben az orosz légicsapásokban csütörtökön hajnalban. Az ukrán erők sikeresen elhárítottak több rakétát is, azonban egyre nagyobb fegyverhiánnyal küzdenek. Ukrajna legfelsőbb tanácsa sürgeti a nyugatot, hogy újabb fegyverszállítmányokat küldjön a térségbe. Ezzel azonban jelentősen késleltetik a sikeres béketárgyalásokat. Az elmúlt hetek legnagyobb rakétatámadását hajtotta végre Oroszország. Stratégiai bombázókkal csapott le az ukrán fővárosra, Kijevre. Habár a 31 orosz rakétát sikeresen kilőtték, a támadásban a lehulló törmelékek miatt legalább 13 ember megsebesült, valamint számos iskola, lakóépület és ipari létesítmény rongálódott meg. Kijev egyre nagyobb fegyverhiánnyal küzd. Ukrajna legfelsőbb tanácsa sürgeti a nyugati országokat, hogy vegyenek részt az ukrajnai harci műveletekben. A héten Németország után több nyugati ország is bejelentette, további katonai segélyszállítmányokat fog küldeni. Hollandia mintegy 140 milliárd forint értékű F-16-os harci repülőgépekhez szükséges lőszerekkel és korszerű felderítő drónokkal látja el Ukrajnát. Jelentette be szerdán Kijevben Kajsa Ollongren, holland védelmi miniszter. Természetesen már eddig is elláttuk Ukrajnát drónokkal, tehát ez önmagában nem újdonság. Ami újdonság az az, hogy most alakítjuk ezt a koalíciót más országokkal együtt, melyet Ukrajna indított. Mondjuk úgy, hogy összekötjük a dolgokat, amelyeket eddig külön-külön csináltunk, egy olyan koalícióvá, amely képes lesz reagálni Ukrajna új igényeire. Jake Sullivan, a Fehérház nemzetbiztonsági tanácsadója kijelentette, hogy egy jelentős amerikai segélycsomag, amelyet a békepárti republikánusok hónapok óta blokkolnak, terveik szerint el fog jutni Ukrajnába. A Kijevnek nyújtott létfontosságú amerikai segélycsomagról tavaly évvége óta tárgyal a kongresszus. Tudom, hogy vannak kérdések a kongresszusunkban zajló húzavona miatt az elmúlt hónapok alatt, amikor nem érkezett meg a kiegészítő törvényjavaslat, a segélycsomag, amelyet önök jogosan megérdemelnek, és amelyért Biden elnök úr nap mint nap küzd, a 60 milliárd dollár, amelyet a szenátus kétpárti alapon fogadott el. És most a képviselőházzal együtt dolgozunk az elfogadásán. A mi szempontunkból azonban biztosak vagyunk benne, hogy sikerülni fog. Meg fogjuk adni ezt a segélyt Ukrajnának. Az újabb Ukrajnába érkező segélycsomagok híre új fejezetet nyithat a háborúban. Ez azonban egyben azt is jelenti, hogy Európa és az egész világ távolabb kerül a korábbi békés álláspont mihamarabbi visszaállításától. Az Európai Uniós csúcs találkozónak nagyon fontos döntései, illetve pontjai voltak. Beszélgetünk majd Bosznia-Hercegovina lehetséges csatlakozásáról, de kezdjük azzal, hogy Ukrajna azt várja el, hogy az orosz vagyonnak a hozadékait, tehát tulajdonképpen a kamatai az Ukrajnához kerüljenek. Milyen formában és milyen úton módon próbálja ezt Ukrajna megkapni? Kezdjük csokrom, mielőtt válaszolnék, nagyon érdekes volt ez a bejátszás. Egy, mit mondott amerikai képviselő, hogy segélyként adnák oda a 60 milliárd dollárt. Mit mond Trump, nincs több segély, csak kölcsön van. Ez egy óriás. Miért van annak jelentősége, hogy segélyként? Mert a segélyt nem kell visszaadni, a kölcsönt vissza kell zárni, Ukrajna soha semmit nem fog visszaadni, de cserébe elég sok mozgástere van annak, aki kölcsönt ad is. Második megjegyzés. Mondta, hogy találtak egy csomagot, erről beszéltünk. 60 milliárd dollár helyett kapnak 300 milliót. Következő, amiről itt beszéltek, az amerikai belpolitikai vita, demokraták kontra republikánusok, mert november 5 a választás. Mit mond, hogy a amerikai elnök mindent megtesz? Igen, mert ő demokrata. A republikánusok mit mondanak, hogy tessék előbb a déli határt megvédeni, a mexikói határt, hogy ne jöjjenek be. Mit mond a mexikói kormány, hogy akit az USA visszaszállít, azt nem fogadják be. Tehát hihetetlen érdekes. Most az ön kérdésére. Az orosz vagyon hozadékát akarják odaadni Ukrajnának. Mit akar Ukrajna, hogy ezt a pénzt megkapja? Ennek 70-80%-a lenne katonai támogatás, a többi olyan egyéb pénz, aminek jelentős részét, elnézést, el lehet lopni. Tehát nagyon-nagyon érdekes, a Zelenszkij követeli a pénzeket. Nekem az is fura, hogy a Zelenszkij nagykövetei egyszerűen elmondják a követeléseiket. Én a német tévét nézem, mennyik volt a nagykövet, most jött egy új. Minden nap elmondja, hogy köszönjük, amit eddig kaptunk, de a következőket követeljük. Most éppen Taurus rakéták. Tehát miről van szó az ön kérdésére, hogy a nyugaton befagyasztott orosz vagyon évi hozadékát, kamatát és minden egyebet Ukrajnának akarnak adni, mert így kevesebb Európai Uniós kölcsönt kellene felvenni. Ez évek múlva elő fog jönni, amikor Oroszország és Európa rendezi kapcsolatait, akkor Moszkva föl fogja tenni a kérdést, hogy tessék mondani, van egy nemzetközi jog,
ezt hogy lehetett megcsinálni? Tanár úr, bocsánat, még egy kérdést engedjen meg. Volt-e arra precedens egyébként a történelem során, hogy az Európai Unió egy országot, nem Európai Uniós országot ilyen formában és ilyen mennyiségben segített, és még kölcsönt is akart felvenni azért, hogy megsegítse? Soha. Elnézést, rövid válasz, soha. Tehát amit most odadunk Ukrajnának, az ami elképesztő összeg. Soha erre precedens az Európai Unió történetében nem volt. Hogy ennek van-e értelme? Szerintem nincs, mert ahogy itt elhangzott, a háború csak húzni lehet tovább, ezzel megoldás nincs. Bármi történik, Ukrajna nem tud győzni, nincsenek meg a képességei, nincs meg a technikája, olyan orosz fölény van, olyan kapacitáskülönbség van, és elnézést kérek, Oroszország a két totális atomhatalom, egyik a másik az USA. Amit a Macron mond, hogy Franciaország atomhatalom, igen, az orosz kapacitás kb. 1%-ával rendelkezik, tehát értelmezhetetlen. Maradjunk még akkor az EU csúcsnál, aztán térjünk vissza majd utána az Amerikai Egyesült Államokra is még néhány gondolat erejéig. Bosznia-Hercegovinával még nem foglalkoztunk itt ennél az asztalnál. Bosznia-Hercegovina mikor lehet EU tag? Mit kell teljesítenie ahhoz, hogy EU tag legyen? Gondolok itt arra, mert ugyebár már Ukrajnánál, vagy éppen Moldovánál, már ez a folyamat ez egyel előrébb tarthat akár. Kezdjük az elején. Jugoszláv bomláskor létrejön nek a köztársaságok. A köztársaságok határai a korábbi Jugoszlávián belüli határok, ennek korábban semmi jelentősége nem volt, most élethalál Bosznia. Három nemzet lakja, szerbek, leegyszerűsítve a Palei köztársaság, muzulmánok és horvátok. A horvát cél, hogy becsatlakozzanak Horvátországba, a szerb cél, hogy becsatlakozzanak Szerbiába, a muzulmán cél, hogy jöjjön létre a Nagy-Albánia és oda becsatlakoznak. Ez életveszélyes, mert azt jelenti, hogy a Balkánon létrejön egy nagy albán középhatalom. Kérdés, ki fogja fizetni, törökök vagy szaudiak? Ez a jövő kérdése. Mi történik most? Bosznia szeretne belépni az Európai Unióba. Mit mond Európa? Várunk. Ez semmit nem jelent Európa esetében, és azt mondja, hogy két feltételt kell teljesíteni. Jogállamiság, ez csodálatos, ebbe bármi belefér, és felszámolni a korrupciót, ez még szebb. Tessék mondani, mikor számolták fel a korrupciót Görögországba, Olaszországba, és még néhány tagállamot felsorolok, de ezt mindig el lehet mondani. Magyarul tárgyalások elkezdődtek, elvileg a kapu nyitva van, de ezen a kapun áthaladni szörnyű nehéz, sok-sok éves folyamat. Van egyáltalán olyan, hogy bosnyák érdek most ez alapján, amit mondott, tehát van horvát, van ugye az ott élő szerb lakosságnak egy érdeke, van a muzulmán lakosság érdeke, van olyan, hogy összbosnyák érdek akkor? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert akármit mondok, belém fognak rúgni, ma azt mondom, hogy nincs, akkor milyen aljaság, azt mondom, hogy van, akkor mondjam el. Egy esetben lenne, ha kialakulna a bosnyák nemzeti tudat, ez ma nincs meg. Tehát Boszniában én nagyon sokat voltam, úgy gondolkodom, én szerb vagyok, én horvát vagyok, én muzulmán vagyok, stb. Ha sikeres lenne Bosznia, jelenleg nem az, akkor a bosnyák érdekel kezdenek kialakulni. Ennek a legelején vagyunk. Beszéljünk akkor az Amerikai Egyesült Államokról, hogyha visszatérünk erre a gondolatra, amiről ugye szó van, hogy most segély, vagy hitel, vagy mi legyen egyáltalán a támogatás, mert ez a legnagyobb kérdés tulajdonképpen, hogy a republikánusok támogassák-e Ukrajnát, mert hogy Mike Johnson is a republikánus párti elnöke a kongresszusnak, a képviselőháznak is arról beszélt már, hogy ő támogatná Ukrajnát, és már tárgyalnak erről, csak egy saját csomaggal, nem azzal, ami átment a szenátuson, hanem egy másik csomaggal, amelynek tulajdonképpen ez lenne a lényege, amiről itt az imént is szó volt az asztalnál, hogy akkor ne segélyt adjunk, hanem hitelt adjunk. És nem 60 milliárdot, hanem jóval kevesebbet. Na most ezeket nem lehet gyorsan megtárgyalni. A probléma az, hogy Ukrajna számít arra, hogy két éve számolatlanul kapja a pénzt, tehát neki az, hogy az USA leállt, ez egy felfoghatatlan dolog. A Zelenszkij naponta üzen. Ha valaki megnézi Zelenszkij tegnapi nyilatkozatát, habzik a szája attól, hogy micsoda dolog, hogy ő csak a hozadékot kapja meg, és nem a teljes orosz vagyon. Tehát látszik, hogy fogalma nincs nagyon sok mindenről, és követel. Na most azért a világnak föl kell készülni arra, hogy Zelenszkij után is lesz világ, valamikor lesz egy orosz-ukrán kibékülés államhatárok keleten és államhatárok nyugaton. Erről ember nem mer beszélni, hogy mi lesz a ukrán-lengyel kérdéssel, a román-ukrán kérdéssel, Moldova kérdésével és nagyon sok egyebben. Tehát itt tartunk jelenleg, és hát ennek keretében az amerikai politikát meghatározza, hogy egy, valószínűleg Trump lesz a republikánus elnök jelölt, kettő, a választás november 5, a beiktatás január 20, és a republikánus cél az, hogy minden módon lejáratni az amerikai demokrata vezetés. Demokratáknál ugyanez fordítva van, hogy ebben a pillanatban Ukrajna mit akar, ez senkit nem érdekel. Ugye azt lehetett már olvasni a hírekben, hogy a Biden család körül is fogy a levegő elég rendesen. A bírósági és különböző büntető ügyekre gondolok, persze ezeknek is majd lesz egyfajta
kimenetele, meglátjuk, hogy a bíróság majd az adott esetekben hogyan dönt. Milyen esélyei vannak most egyébként, ha már az amerikai elnökválasztásról beszélünk, Joe Bidennek? Ugye a demokraták az utolsó pillanatban mondták ki azt, illetve mutatták közben, hogy tulajdonképpen Joe Biden indul újra az elnökségért, Donald Trump már nagyon régóta tudjuk azt, hogy szeretne republikánus elnökjelölt lenni. Mik az esélyek most a jelen állás szerint? Hát a válasz az, ha ma lenne a választás, de nem ma van, akkor talán milyenne. Kettő, olyan belpolitikai harc van, ami az amerikai polgárháború óta 150-160 éve nem volt. Három, Biden. Az utolsó lehetőség a demokratáknak az, hogy augusztusban a konvencióban visszaléptessék. Mi a probléma? Ez egy aktív elnök. Az egy más kérdés, hogy volt-e meg értelme megválasztani őt, de ezen túl vagyunk, egy cikluson túl van. Öreg, beteg, szenilis, elnézést. A fia csal, lop, hazudik, bírósági eljárás van ellene. Elveszti a laptopját, ami rajta vannak prostituáltak. Kiderült, hogy ukrán-kínai igazgatótanácsokban volt horribilis pénze, hogy mennyire értett hozzá, nem az én dolgom kimondani. Tehát mindennel támadható Biden. Az amerikai demokrata sajtó mindent megtett, hogy ezt valahogy tompítsa. Nyilván a Trump-féle sajtó mindent megtesz, hogy ezt előtérbe tolja. Tehát az amerikai demokrata átlag szavazó mit mond, nem megyek el szavazni, nem vagyok hajlandó Trumpra szavazni, de nem vagyok hajlandó Bidenre szavazni. Egyes számú kérdés, kit indítanak a demokraták? Kettes számú kérdés, meg tudják-e akadályozni Trump indulását? Jelenleg elképesztő mennyiségű folyamat van Trumppal szemben, eddig nem tudták megakadályozni, de november messze van. Mennyire befolyásolhatja egyébként Joe Bidennek az újrázását, az, hogy milyen fajta támogatást fognak megszavazni, vagy tudnak megszavazni, vagy egyességre tud-e a két fél jutni? Ugye, a válaszom az, hogy olyas lesz, amit mondok, ez Amerikában kevésbé érdekli az embereket. Amerikában az érdekli, hogy egy, hogy áll Amerika, hogy áll az oktatás, az egészségügy, a pénzügy. Ezek voltak mindig a fő kérdések. A háború akkor érdekli, ha világháború szélén vagyunk. Az amerikaiak jelentős része elnézés azt nem tudja, hogy hol van Ukrajna. Tehát amiről beszélünk, az egy rendkívül érdekes vita, ami az északkeleti partvidéken folyik. Ennek van hatása, az amerikai sajtó leírja, de nem ez fogja eldönteni a választásokat. Nyilvánvalóan itt is a kétféle egymásnak feszül, mert mind a kettő a saját érdekeit akarja érvényesíteni. Van-e olyan jelölt, aki, hogyha mondjuk Joe Biden visszalép, igen, és ő lesz helyette az elnök jelölt a demokratáktól, akkor eséllyel veheti fel a harcot Donald Trumppal, már csak azért is, mert hogy mondjuk ismerik annyian, amennyien, van mögötte olyan múlt, amely alapján tényleg lenne arra esély, hogy ha Bident visszaléptetik, akkor esélye legyen arra, hogy mondjuk Trumpot megszorongassa. Válasz az, hogy Biden alatt, akinek esélye volt, azt félretették. Tehát nagyon fura, amit mondok, egy embert én el tudnék képzelni, Obama feleségét, de neki politikai múltja nincs, ismerni ismerik, egy bűbájos, jó középkorú hölgy, de hát nem lehet elmondani eddig, milyen tevékenységet folytatott. Tehát más demokratát elővenni nehéz. Még egy augusztusban konvenció, november 5 választás. Megválasztom akárkit. Tessék mondani, hogy építem föl novemberig addig, hogy egy alaszkai átlagember, egy új-mexikói farmer tudjon róla is rászavazzon. Ez egy szörnyű nehéz dolog. Tehát bő két hónap alatt kellene valakit fölépíteni. Van egy kivétel, ha indítom az alelnököt, de a Kamala Harris annyira alkalmatlan, hogy a összes demokrata tudja, hogy ő az egyetlen, aki a Bidennél is alkalmatlanabb, tehát őt indítani értelmetlen lenne. Mondjuk, hogyha Michelle Obama lenne, igen, akkor az nagyon amerikai történet lenne, hogy Chicagóban lesz ugye a konvenció, az Obama család szűkebb otthonában, hogyha veszük ugye Illinois államot, illetve Chicagót, és akkor mondjuk ott jelentik be a United Centerben, ahol lesz a konvenció, a Chicago Bulls kosárlabda csapatának otthonában, hogy akkor Obama van, és majd nem Joe Biden. Egyébként ez egy érdekes, amit Tomi mond, mert ugye Hillary Clinton már többször próbálkozott az elnöki széknek a közelébe kerülni, de soha nem tudta ezt tulajdonképpen elérni, és ilyen értelemben, hogyha mondjuk esetleg egy ilyen forgatókönyv létrejönne, és Michelle Obamát mondjuk megválasztanák, valamilyen úton, módon, valamilyen csoda folytán, vagy nem tudom, akkor meg ez Hillary Clintonnak lenne egy ilyen értelemben egy kicsit egy pofon, mert ugye ő ezt ott sosem tudta elérni. Miről van szó, hogy eddig az Egyesült Államoknak női elnöke nem volt, a Hillary akart indulni. Én úgy éreztem mindig, hogy alkalmatlan. Ki volt az ellenfele Trump? Biztos volt benne, hogy ő győz, vesztett. Annyi tévedést csinált Hillary, nem akarok csúnyább jelzőket mondani, hogy alkalmatlan. Örökre visszavonult,
ő most nem jelentheti be, hogy indul, mert egy Amerikában róla általában nem pozitív a vélemény, kettő, hát ő bejelentette, hogy visszavonul. A férjénél sem az volt a probléma, hogy nőgyei voltak, hanem az, hogy letagadta. Tehát azért Amerika egy más világ. Itt az a Michelle Obamának lenne esélye, de nincs politikai múltja, az, hogy 8 évig az elnök felesége volt és First Lady, ez egy nagyon nehéz dolog, így valakit kiemelni és belőle elnök jelöltet csinálni. Bármit meg lehet csinálni pénzzel, hatalommal, római birodalomban egy lóból csináltak szenátor, tehát azért példák mindenre vannak, de nem a legjobb eset, és nem az amerikai demokrácia dicsősége. Beszéljünk a NATO-ról is olyan megközelítésben, igen, hogy Rob Bauer, holland tengernagy, a NATO katonai bizottságának elnöke Kijevben járt. Beszédet is mondott a biztonsági fórumon, és gyakorlatilag letette a voksát Ukrajna mellett, soha nem volt még olyan közel egymást a NATO és Ukrajna, mint jelen pillanatban. És ez, hogy mondjuk első ízben látogatott egy ilyen magasrangú NATO katonai vezető Ukrajnába, ennek az üzenete mi? A jelenlegi helyzetben, amikor arról beszélünk, hogy Emmanuel Macron belebegtette már, hogy küldjen akár nyugati csapatokat is ki. Az, hogy Ukrajna mellett vagyunk, ő nem mondott hülyeséget, ő egy 4 csillagos tábornok, nem mondta, hogy csapatokat küldünk. Ő bejelentette, hogy Ukrajna közelebb áll a NATO tagsághoz, mint bármikor. Ez igaz, csak bármikor is nagyon messze állt most is. Ő egy kiváló beszédet mondott, végignéztem a beszédét. Tehát gyakorlatilag ő azt szimbolizálta, hogy a NATO nem hagyja ott Ukrajnát, akkor sem, ha az Egyesült Államok a jelenlegi választási harcba kihátrál mögüle. Ez támogatást jelentett, de egyet tisztázunk. Európa hosszú távon nem tudja az USA-t helyettesíteni. Ukrajna azt mondja, hogy működésének az alapja a havi 3 milliárd dollár, amit odaadnak. Ezt Európa néhány hónapig tudja adni, utána nem. Már mit mond Európa, hogy vegyünk fel kölcsönöket, hogy támogassuk Ukrajnát. Oké, de Ukrajna soha nem fogja visszaadni. Mit mond Európa? 2027-ig nem kérjük vissza a pénzünket, 27 után igen, elnézést, ez 3 év. 3 év után sem fogják visszaadni Ukrajna. Ha egyszer lenne idő, hogy végignézzük azt, hogy Ukrajna függetlensége 91 óta milyen vezetések voltak, hogy csaltak választásokat, hogy történik a tüntetés a Majdanon, mindmáig nem tudjuk, hogy ki lőtt bele. Elmegy oda az amerikai külügyi helyettes államtitkár a Nuland, aki azt mondja, hogy eddig Ukrajna 5 milliárd dollárunkba került, nem értem, hogy hogy mondhat ilyet, és ezt a pénzt nem hagyhatjuk elveszni. Osztogatta a tüntetőknek pogácsát. Tehát annyi mindent látok Ukrajnában, ami nem vág bele se a nemzetközi jogban, se a józan paraszt észbe, hogy azt kell mondani, a holland 4 csillagos tábornok legalább értelmes volt. Ez az állóháború, ugye tudjuk, hogy Ukrajnának gyakorlatilag addig éri csak meg, vagy addig tudja fenntartani ezt az állapotot, amíg folyamatosan érkeznek ezek a fajta támogatások. Oroszországnál virágzik a gazdaság, erről több leírat is van, és hát ez hivatalos, hogy Oroszországnak megéri. De vajon hosszú távon megéri-e Oroszországnak ez az állóháború? Nyilvánvaló az, hogy Oroszországnak meghatározó stratégiai céljai vannak. Soha nem beszélünk arról, hogy a Wagner csoport továbbra is ott van kb. 30 országban. Prigozsin meghalt elég fura módon. Putyin egy ideig gondolkodott, majd a Wagner csoport érje, kinevezte a Prigozsin fiát. Ők ott vannak mindenütt. A Szahelővezetben, Líbiában, Közép-Amerikában, Dél-Amerikában rengeteg helyen. Mi az orosz stratégiai cél? Az érdekeinek az érvényesítése hogyan? Krímről tárgyalni se hajlandó, az orosz rakta területekre egy megoldás kell. Rengeteg megoldás lehet, mi mindig azt mondjuk, hogy elveszik a területet. Ez az egyik megoldás. De itt én ma már a megoldást abban látom, hogy nyer november 5-én Trump, és abban a percben, hogy beiktatják, tényleg 24 óra alatt megzsarolja Ukrajnát, elkezd tárgyalni Moszkvával is, lehetséges a fegyverszünet, ha nem, akkor a ukrán vezetésnek le kell mondania. Amikor Donald Trump arról beszél egy kampányeseményen egyrészt, hogy ő jóban van Vladimir Putyin orosz elnökkel, valami Xi Jinping kínai elnökkel is, és ezáltal könnyebb lenne lerendezni, igen, ezeket a dolgokat, és hogy egyébként meg Joe Biden tulajdonképpen odaveti Ukrajnát Oroszországnak, és hogy ő ezt másként csinálná. Tehát az ukránok érdeke is inkább az lenne, hogy ő legyen az elnök. Akkor tulajdonképpen mire gondol, és miért mondja ezeket, amiket mondanak? Hát azért mondja, mert választási harc van, és ha én vagyok az egyik elnök jelölt, akkor szép, okos, csodálatos vagyok, a másik mocskos, buta, stb. Tehát bármi történik, ez van. Nekem ez nagyon érdekes. Xi Jinping, elnézést, hova megy? Macronhoz. Mit csinál? Tárgyal.
indiai államfő hova megy, két helyet tárgyal, oroszokkal, ukránokkal. Tehát itt minden összetett. Mit mond Trump, hogy a másik két globális hatalom vezetőivel ő jóba van? Ez nem igaz, de ez a választás része. A Biden nem mondhatja, hogy jóba van, mert az ő elmondta, hogy terrorista diktátor a Putyin, tehát ezek után nem mondhatja. De hát a Biden annyi hülyeséget beszélt, elnézést, hogy a Bidennek azért a külpolitikai mozgástere lecsökkent. A külügyminiszter, a Blinken rendkívül tehetséges, de a Blinken elmondhatatlan mértékben tárgyal állandóan Közel-Keleten. Most éppen Szaúd-Arábiába, Jordániába, Izraelben van. Most először az Egyesült Államok elnöke olyan javaslatot terjeszt az ENSZ biztonsági tanácsa elé a fegyverszünetről a gázai övezetbe, amelyet eddig ő vétózott meg. Egy hónap után állt egymással szóba először az amerikai elnök és Netanyahu. Új helyzet van. Az amerikai demokrata párt vezetője azt mondta, hogy Netanyahut le kéne váltani. Ilyen két héttel ezelőtt is elképzelhetetlen volt. Lesz izraeli támadás az utolsó még palesztin kézén lévő gázai városban, az egyiptomi határnál, Ráfákban, igen vagy nem? Amerikaiak azt kérik, hogy ne. Az arab világ azt kéri, hogy ne. A muzulmán világ, Európa, hogy ne. Hihetetlen érdekes, mit van Netanyahu, ő már jóvá hagyta a terveket. Tehát rendkívül érdekes folyamatok vannak, és az eljövendő néhány napban elég sok minden fog történni. Tanár úrtól azt tanultam, hogy egy politikus kampánybeszédben bármit megígérhet. Ezt Adenauer mondta, én csak átvettem. Igen. Na most, amikor Trump azt ígéri, hogy a 24 óra alatt lezárja ezt a bizonyos orosz-ukrán konfliktust, akkor mennyire reális az, hiszen kampánybeszédről beszélünk? Igen, de a 24 óra az képletes. Tehát ténylegesen abból indul ki Trump, hogy ő képes arra, hogy olyan nyomást gyakoroljon Ukrajnára, hogy amerikai érdek érvényesüljön, jöjjön létre a fegyverszünet, és ugyanezt el tudja érni Putyinnál. Tehát amit Trump mond, abban van egy nagy adag realitás. Hogyha egy pillanatra még visszakanyarodunk az izraeli háborúhoz, akkor ez alapján, amikről most itt szó van, nagyon úgy tűnik, hogy fogy a levegő Benjamin Netanyahu körül. Így van. Mennyi ideig tud ő ellenállni ilyen szintű nemzetközi nyomásnak, aminek egy része egyébként belső nyomás is. Pontosan. Mi a belső nyomás lényege? Egy széles koalíciós kormányt létrehozott. Amióta a háború tart, nincsenek meg a hetente ellene végbe ment tömegtüntetések. Igen, de az izraeli kormányi tagja Glantz elment úgy az USA-ba tárgyalni, hogy Netanyahu nem engedélyezte. Fütyül rá, elment, elmondta a véleményét. Tehát látszik az, hogy az az izraeli egység, ami megvolt, ez rendkívüli mértékben töredezik Netanyahu. Hát ha megnézem a legfontosabb arab államokat, amelyek eddig tárgyaltak és kibékültek Izraellel, Marokkó, Egyiptom, szomszédország, másik szomszédország, Jordánia, ezek leálltak. Ha nagyköveteket hazarendelték, tehát ahogy ön mondja, Netanyahu körül rendkívül fogy a levegő. Mi a Netanyahu koncepciója? Katonai győzelmet aratok pillanatok alatt, és ezt politikai győzelemre váltom át. Én erre el szoktam mondani, hogy Izrael történelmének minden háborúját megnyerte, és minden békéjét elvesztette. Tehát nem látom azt, a katonai győzelem lehetséges, de hogy ezt politikai győzelemmé átváltani, ennek én az esélyét jelenleg nem látom. Tehát Netanyahu körül fogy a levegő, hogy mi lesz, az az első körben azon dől el, hogy végrehajtják-e a támadást. Most Katárban rendkívüli ülés van, ahol ott van Egyiptom, USA mindig ott van. Természetesen ott van Izrael, ott van Egyiptom, és ott van a Hamász. És tárgyalnak arról, hogy milyen fegyverszünet, és békéről nem, de fegyverszünet lenne lehetséges, és az amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy az álláspontok közelednek. Meglátjuk. Az, hogy az amerikai Egyesült Államok külügyminisztere, ahogyan ön is fogalmazott, rengeteg időt tölt a Közel-Keleten, és ezzel foglalkozik, az mutatja azt, hogy a súlypont az min van, mely konfliktuson, vagy mely konfliktusokon az Egyesült Államokban, tehát, hogy akár ez pontosabb jelen pillanatban, mint az orosz-ukrán háború, és akkor még nem beszélve arról, hogy egyébként ott van egy csendes óceáni hadszintér idéző. A válasz az, hogy jó ideje az amerikai politika fő hadszintere a csendes óceáni térség. Réges-régen nem atlanti térség. De az USA számára mindig létkérdés volt Izrael. Ez egy stratégiai szövetség összes buktatójával együtt. Mi a lényeg, hogy ma az arab államok közül jó párnak a vezetői, és USA egyetért arra, hogy Izraelnek létjogosultsága van. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ez korábban nem így nézett ki. A tüntetők jelszava az volt, hogy a folyótól a tengerig, tehát magyarul Izraelt meg kell szüntetni. Ezzel ma a legfontosabb arab vezetők, beleértve a szaudi uralkodó családot, már nem értenek egyet, hanem Izrael létét elfogadják. De ezzel együtt az amerikai politika abból indul ki, hogyha túlzottan Izrael támogatja, elveszíti a muzulmán világot, elveszíti a harmadik világ döntő részét, ezt Amerika nem hajlandó fölvállalni, és próbál egy kompromisszumot keresztülvinni, elnézést Izrael ellenére. Ez új az amerikai politikában.
Nógrádi Györgynek köszönjük szépen, hogy ma reggel is itt volt velünk. Én köszönöm szépen. Pár perc szünetet tartunk, de Seremet Sándorral folytatjuk, aki a külügyi intézettől érkezik, az orosz elnökválasztásról beszélgetünk, és Bugnyár Zoltánt is kapcsoljuk egyenesen Brüsszelből, tartsanak velünk. Továbbra is Vlagyimir Putyin orosz elnök vezeti Oroszországot. Jó reggelt kívánok, ez itt a napindító még mindig. Ugyanis megnyerte a választásokat, az elnökválasztást Oroszországban, és több mint 87%-ot kapott, ami a szavazatokat illeti. Itt van már Seremet Sándor a stúdióban a külügyi intézettől. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó reggelt. Beszéljünk akkor erről az orosz elnökválasztásról. Egyrészt tulajdonképpen mit jelent az, hogy a részvétel arányt, hogyha nézzük, azt, hogy a szavazatok arányát, hogyha vizsgáljuk, akkor több mint 87%-ot kapott Vlagyimir Putyin, ez mekkora felhatalmazást jelent, milyen támogatottságot, ugye a számok nyelvén nagyon nagy, illetve vegyük ide azt is, hogy mit mond a jellemzően nyugati sajtó ezzel kapcsolatban, ugye ők azt mondják, hogy ez egy antidemokratikus választás volt, nagyon sokan nem is gratuláltak emiatt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Milyen is volt ez az egész választás Oroszországban? Hogyha valóban a nyugati sajtót nézzük meg, vagy a nyugati álláspontot, több szakértőtől is hangzott el olyan megfogalmazás, hogy tulajdonképpen egy legitimációs show volt az egész, tehát választásnak nem lehet nevezni. Ugye ez egy kicsit ilyen ideologizált megközelítése a választások kérdésének. Ha a kritikáknak a reálisabb szegmensét veszük figyelembe, akkor ott voltak, hát talán objektívebb részek, amelyek arra vonatkoztak, hogy például a megszállt területeken tartott választások, azok nem feltétlenül legitimek, ugyanis Ukrajna szuverenitását sértik. És hát ebben azért van valami, hogyha megnézzük. Természetesen a választásoknak a folyamata során azért lehetett hallani túlkapásokról, hogy esetleg bebenéztek a fülkébe a rendőrök. Ezeknek a hitelességét van, aki megkérdőjelezi, van, aki nem. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy Oroszországban, meg hát a posztszovjet országokban hagyományosan azért van egy ilyen adminisztratív, nem is mondom azt, hogy kényszer, de mondjuk motiváció afelé, hogy a regnáló elnöknek a támogatását azért biztosítsák. Tehát a városi vezetők, megyei vezetők, területi vezetők, akik vannak, azoknak egyik feladata egyébként, hogy a választások során biztosítsák a megfelelő létszámot, és hát mondjuk úgy jelzik azt, hogy melyik a jó irány. Tehát ezek azért előfordulnak. Tehát, hogyha úgy nézzük, akkor egy ilyen hibrid rendszerről beszéltünk, ahol megvannak a demokratikus választásnak ugye a formai igényei, amire szükség van, de emellett ugye van egy erős kezű vezető, amelyikre azért próbálják kihegyezni ezeknek a választásoknak a menetét. Csak egy kérdés, bocsánat, mert ugye itt a technikai részéről beszélünk az orosz elnökválasztásnak, meg nyilván azon részéről is, ami befolyásolhatta lehetséges módon azt, hogy Vlagyimir Putyin nyerjen, de összességében azt leszögezhetjük, hogy az elmúlt időszakban nem nagyon született még ilyen karizmatikus vezető, aki ennyire tulajdonképpen magával vitte volna az orosz lakosságnak a orosz tudatát, és tulajdonképpen aki ennyire meghatározta volna Oroszországnak a történetét az elmúlt időszakban. Voltak jelöltek, de senkit sem lehetett igazán komolyan venni Vlagyimir Putyin mellett. Igen, ez a kritikának a másik, de nem is forrása, hanem célja, mondván, hogy a castingolt jelöltek, azok tulajdonképpen ilyen sparring partnerek, tehát ilyen gyakorló partnerek voltak. Ugyanis tényleg Putyinnal összehasonlítva nem igazán jelentettek sem alternatívát, sem kihívást. Egyedül a kommunista Kharitonov volt az, aki 2004-ben versenybe szállt Putyinnal szembe, és második helyen végzett akkor. Putyin tudnélik egy nagyon, nagyon bajós időszak végén került az elnöki székbe, és kicsit kiegyenesítette az orosz viszontagságokat a 90-es évek után. És ez, ahogyan is említette, valóban mondjuk belehorgonyozta az orosz tudatba azt, hogy hát van egy rendcsináló, aki kicsit kijavította a helyzeten, és hát ez azért meghatározza az ő tevékenységét a 2000-esek eleje óta. Ha megnézzük azt, hogy mennyien szavaztak Vlagyimir Putyinra, akkor folytassuk itt, hogy ez mekkora felhatalmazás jelent tulajdonképpen a számára, hogy a politikáját hogyan alakítsa a következő időszakban, illetve ha megnézzük azt, hogy Oroszországon belül hogy szavaztak az elcsatolt területeken, amit ön is említett, vagy külföldön hogy szavaztak oroszok, mert ott voltak olyanok, akik azért nem feltétlenül úgy szavaztak, mint az orosz anyaterületen lévők, akkor tulajdonképpen milyen az ő támogatottsága? Kezdem a végén. Külföldön több mint közel 2000 választó kerületet vagy szavazóhelyiséget állítottak fel, ahol közel 250 ezeren szavaztak, és valóban voltak olyan városok, Varsó,
Vilnius, Berlin, ahol nem Putyin, hanem Davankov, a kicsit liberálisabb jelölt gyűjtötte be a szavazatok többségét. Más helyeken, például Rigában, meg Tallinnban, szintén baltikumi országokban pedig Putyin. Ugye itt nyilván az is nagy szerepet játszott, hogy nagyon sokan, akik ellenzéki beállítottságúak voltak, azok külföldön tartózkodnak egyébként is, így nyilván érthető az ő szavazatok is. De voltak olyanok például a Baltikumban, akik lehet, hogy én csak azért is módon, mert kicsit erősödött az orosz ellenes retorika azokban az országokban, Putyinra tették le a szavazatukat. Oroszországon belül Putyinnak a választások előtt is igen magas volt a kredibilitása és a bizalmi indexe, ezért a társadalmi felhatalmazás, amit ön kérdezett, valóban magas. Tehát egyetértenek sokan az oroszok azzal, ami a Putyin vezérvonalát képviseli. Ezért elképzelhető, hogy az elkövetkezendő időszakban hozhat olyan kényelmetlen vagy kellemetlen döntéseket, amelyekre választások előtt nem kerülhetett sor. Például a személyi jövedelemadónak a növelés az jelenleg 13% körül áll. Tehát jelenleg az orosz gazdaság viszonylag jól teljesít, ki tudták állni a szankciókat valamennyire, de mégis a GDP-nek több mint 6%-át azt a hadi kiadásokra költik. Putyin nagyon sok szociális programot hirdetett meg, amelyek azért költségesek lesznek, és ezeket a költségeket elő kell teremteni. Tehát előfordulhat, hogy adónövelésre kerülhet majd sor, esetleg szigorítanak valamit a költségvetéseken. Igen? Szeremet Sándor. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Most pedig kapcsolunk Máris Bugnyár Zoltánhoz. Szervusz, jó reggelt kívánok. Az Európai Uniós csúcs találkozóval már részben foglalkoztunk. Nukleáris csúcs, ez van most terítéken itt nálunk. Mik a legfontosabb tudnivalók ezzel kapcsolatban? Jó reggelt kívánok, szervusztok! Ugye tegnapi nap dél körül indult el itt Brüsszelben az uniós csúcs, elég lassan egyébként, pedig fajsúlyos témák voltak. Ez részben annak köszönhető, hogy előtte egy másik helyszínen rendezték meg az atomcsúcsot, ugye ez nem csak uniós, hanem Európán kívüli országok is részt vettek. És körülbelül este 10-ig tartott a tanácskozás. Ugye a legfontosabb pontok a védelmi kérdések, ezen kívül Ukrajna támogatása, valamint az agrárium, ez Magyarország számára is rendkívül fontos, ezt Orbán Viktor is jelezte tegnap egy Facebook posztban, valamint az Európai Unió bővítésének a kérdése. Úgy tűnik, hogy folytatódik továbbra is a háborús retorika. Az Európa Tanács elnöke tegnap este újságíróknak azt nyilatkozta, hogy növelnünk kell a védelmi felkészültségünket, és háborús alapra kell helyeznünk a gazdaságunkat. Ugye ez nem volt egy új közlés, hiszen pár nappal korábban már erről írt több labban is egy vélemény cikkben. Egyébként szerdán Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke is hasonló képpen cselekedett, hiszen felkérte a volt finn elnököt arra, Sauli Niinistöt, hogy segítsen az Európai Unió háborús felkészülésében, erről írjon egy jelentést. Ugye az Európai Unió tagállamai elkötelezettek a támogatásban, Ukrajna felfegyverzésében, további felfegyverzésében. Az a kérdés, hogy hogyan, ebben éles ellentétek vannak, ugye az egyik terv az, hogy a befagyasztott orosz vagyon kamatainak felhasználásával, ezt is ugye Magyarország ellenzi, hiszen nemzetközi jogba ütközne, vagy az Európai Fejlesztési Bank által ott ugye nem támogathatnak jelen állás szerint fegyverkezést, illetve háborús kötvények kibocsátásával, tehát erről még éles vita volt. Ugye a közel-kelet is kérdés volt, hát a Ukrajnával, illetve ukrán háborúval ellentétben, hogy az a uniós országok nem, hogy azt szeretnék, hogyha a fegyverszünet lenne, a tanács, illetve a bizottság elnöke is erre szólít föl, Scholz is erről beszélt tegnap. Akkor térjünk rá még egy picit a bővítésre, ugye ez egy nagy magyar siker, hiszen a Nyugat-Balkán stabilizáció, illetve a migráció visszaszorítása tekintetében fontos döntés született
egyeztetett, egyhangulag elfogadták Bosznia-Herceg-Ovinának a tárgyalásokkal való megkezdését az Európai Unióba való felvételhez. Bognár Zoltán, köszönjük szépen! Európai Uniós csúcs találkozó, nukleáris csúcs, és majd menjünk szépen tovább, itt van már a stúdióban Hárfás Zsolt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogyha maradunk itt a nukleáris csúcs részénél a csúcs találkozók sorának, akkor mik azok a legfontosabb elemek, amelyek megjelentek ott a nukleáris csúcson? Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos fellemény, ami a tegnapi nap történt, hiszen mindenkinek tudomásul kell venni azt, hogy a felelős klíma és energiapolitikai döntések meghozatala az alapvetően szakmai kérdés, ahova nincsen helye semmiféle ideológiai, politikai vagy éppen önös érdekek által keltett hangulatkeltésnek. Ezt azért mondom, mert nagyon sok szakmai szervezet és hozzáértő szakértő is azt mondja, hogyha komolyan kívánjuk venni a globális klímavédelmi ellátás biztonsági vagy éppen a versenyképességi célok elérését, akkor ennek egyetlen egy helyes útja van, ez pedig az atomenergiának és a megújuló energiaforrásoknak a közös útja. Tehát én mérnökként azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell tenni azt, hogy ezeket a klímabarát technológiákat a lehető legnagyobb mértékben lehessen kiterjeszteni a termelésüket nem csak az Európai Unióban, hanem globális szinten is. Tehát a tegnapi nap eseményeinek az a legfőbb üzenete, hogy egyre többen kezdik azt felismerni, hogy atomenergia nélkül nem lehet teljesíteni sem az ellátásbiztonsági célokat, sem a klímavédelmi célokat, és azt is elfelejthetjük atomenergia nélkül, hogy olcsóbb legyen a villamosenergia az embereknek és az iparnak is. Brüsszelben nukleáris csúcs, Szocsiban pedig Atom Expo 2024, erre ön is utazik ugye pár nap múlva. Miért van jelentőség ennek az Atom Expo-nak most a mostani időszakban, és magyar részről kikre lehet majd ott számítani? Valóban így van, hétfőn kezdődik a nukleáris szakmának a legnagyobb seregszemléje Szocsiban. Az itt megjelenő szakértők és cégek meg fogják azt vitatni, hogy mi az atomenergiának a jelene és a jövőképe, illetve mik a fejlesztési irányok. Az elmúlt években már számos ilyen atomexpon vettem részt, és mindenhol azt tapasztaltam, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, ez pedig alapvetően annak tudható be, hogy egyre több ország kezdi azt felismerni, hogy atomenergia nélkül nem lehet a fenntartható fejlődési célokat sem elérni. Tehát újabb és újabb országok kívánnak atomerőműveket építeni. Magyar szempontból pedig nagyon fontos azt is hozzátenni, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter úr is részt vesz az Atom Expo-n. Ennek pedig az a legfontosabb üzenete, hogy Magyarország továbbra is a nemzeti érdekeit képviseli, tehát partnerként tekint Oroszországra, és továbbra is teljes mértékben elkötelezett a Paks 2 atomerőmű mihamarabbi megvalósításában. Említette ezeket a fejlesztési irányokat, melyek a legfőbb fejlesztési irányok? Én mérnökként azt gondolom, hogy két nagyon fontos fejlesztési irány van az atomenergetikában. Egyrészt a negyedik generációs reaktorok fejlesztése, illetve a üzemanyagciklus zárása. Ez pedig azért fontos, mert hogyha ezt globálisan is el lehet terjeszteni, akkor a hagyományos atomerőművekben keletkező kiégett üzemanyagokat újra fel lehet dolgozni, abból új üzemanyagot lehet gyártani, és ezáltal sokkal kevesebb nukleáris hulladék kezeléséről kell gondoskodni, miközben a üzemanyagkészletek is sokkal nagyobb mértékben ki tudnak bővülni. Ilyen tekintetben nem túl meglepő módon Oroszország szintén világ első, hiszen ilyen technológiákat már hosszú évtizedek óta fejlesztenek, gyártanak, építenek vagy éppen üzemeltetnek. Az Atom Expo után kivételes lehetőségként mi is lehetőséget kapunk arra, hogy például megnézhessük azt a Beroyarszki atomerőművet, ami a maga nevében már most is egy világszenzáció, hiszen az elmúlt egy évben a erőműnek a BN-800 típusú gyors neutronos reaktora kizárólag már 100%-ban kiégett üzemanyag újrafeldolgozása révén gyártott üzemanyaggal tudott üzemelni, és a üzemeltetési tapasztalatok azok nagyon kiválóak voltak. Ezen kívül Oroszországban számos ilyen technológia fejlesztés alatt, tehát a negyedik generációs reaktorok, illetve a üzemanyagciklus zárása az egyik fő fejlesztési irány. Másik részről pedig azt is érdemes elmondani, hogy nagyon sokat hallhatunk mostanában arról, hogy egyre több ország kíván kis modulális reaktorokat is fejleszteni, illetve építeni. Ezzel kapcsolatban is el kell mondani, hogy
itt is Oroszország vezető szerepet tölt be a technológiáknak a fejlesztésében és üzemeltetésében is, már jelen pillanatban is, hiszen 2019 óta Oroszországban már működik egy úszó atomerőmű, aminek az alapját két kis modulális reaktor biztosítja. Másrészt már Oroszországban egy szárazföldi kis SMR egységépítése is folyamatban van, tehát ez 2028-ra el fog készülni, ezt követően pedig az oroszok már ezt a technológiát is tudják majd olyan országokba exportálni, akik ilyen technológiát szeretnének üzemeltetni. Itt mindig meg szoktam jegyezni, hogy amíg az oroszoknál már rendelkezésre állnak kis moduláris reaktor technológiák is, addig nyugaton még csak papír alapú tervek vannak, tehát nincsenek még prototípusok sem a kis moduláris reaktorok tekintetében. Hogyan kell elképzelni ezt a kis moduláris technológiát? Kérdezem én, mint abszolút laikus. Ezt nagyon röviden és nagyon hosszan is el lehetne mesélni, de most megpróbálom nagyon röviden összefoglalni. Itt alapvetően arról van szó, hogy optimalizálják a egyes rendszereket, és kisebbtől egészen 300 megawattos egységekig lehet ezeket a egységeket legyártani és viszonylag gyorsan beépíteni egy adott villamosenergia rendszerbe, tehát a modularitás az egyik fő irány, és az, hogy mondjuk van egy stratégiai fontosságú iparterep, aminek el kell látni a villamosenergia ellátását télen, nyáron, éjjel-nappal, olcsó villamosenergiával, arra például nagyon jó lehet egy ilyen kis modulális reaktor, hiszen nagyon könnyen oda lehet telepíteni, üzemeltetni lehet, és hosszú távon tudja biztosítani a villamosenergia ellátást, tehát ez egy jövőben mutató technológia. Ugyanakkor azt mindig hozzá szoktam tenni, hogy relatíve olcsóbb, mint egy nagy erőmű, de hogyha egy adott teljesítmény, például 2000 megawattot vagy 2400 megawattot ilyen kis moduláris reaktorokból kéne összerakni, akkor annak a költsége már sokkal nagyobb lenne, mint hogyha két nagy, mondjuk 1200 megawattos blokkot építenénk. A jövőben akár majd egyszer Magyarországon is lehet ilyen? Én úgy gondolom, hogy igen, és hogyha reálisan és szakmai alapon vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor nagyon valószínű, hogy az akár orosz technológia is lehet majd a jövőben. Miért zöldebb egyébként az atomenergia, mint a megújuló energia? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Az elmúlt években már számos ilyen vizsgálat volt, hogy ha összehasonlítjuk az egyes áramtermelési módokat, akkor melyik úgymond a legzöldebb áramtermelési mód, és ilyen szempontból az atomenergiának van a legkisebb szén-dioxid kibocsátása egy egységnyi termelt villamosenergiára vonatkoztatva. Ez pedig azért van, mert ugye nagy teljesítményekről beszélünk, a PAS 2 esetében például 2400 megawattról, miközben ezek télen, nyáron, éjjel-nappal tudnak villamosenergiát termelni legalább 60 éven keresztül. Ezzel szemben pedig, hogyha megnézzük a napi szélerőműveket, akkor azoknak a termelése az nagyon hektikus, nem csak napszakfüggő vagy évszakfüggő, hanem például időjárástól is nagy mértékben függ, és ezeknek az egységeknek a üzemideje az csak 20-25 év, tehát hogyha összességében rendszer szinten vizsgáljuk a áramtermelési módokat, akkor az atomenergia a klímavédelmi szempontból is egy nyerő választás, másrésztről pedig az atomenergiának van a legkisebb terület és nyersanyag igénye is, ezzel pedig még a nap- és szélerőműveket is megelőzik. Természetesen mérnökként én hozzá szoktam tenni, hogy szükség van a megújuló energiaforrásoknak a fejlesztésére is, de tudomásul kell venni azt, hogy ezeknek megvannak a előnye és a hátrányai is, másrészt ezek valós ellátásbiztonságot nem tudnak garantálni. Ezért egy egészséges energiamixre van szükség, amelyben épp úgy ott vannak az atomerőművek, a megújuló energiaforrások, és például a napi szélerőművek kiszabályozására mondjuk ott vannak a gázerőművek is. Nagyjából egy percünk maradt. Ha már szóba hozta a PAKS 2-t, milyen stádiumban van jelenleg? A PAKS 2 projekt, köszönjük szépen, jól van. A telephelyen egyre látványosabb munkálatok vannak folyamatban. Oroszországban már készülnek a nagyberendezések. Ezek közül az első nagyberendezés, az úgynevezett zóna olvadékcsapda már elkészült Oroszországban. Ezt az előző héten jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter úr. És hogyha minden a terveknek megfelelően halad, akkor az idei végére megtörténik az első betonöntése és a paksi telephelyen, ez pedig egy újabb hatalmas mérföldkövet jelent.
Árpád Zsoltnak köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget. És jó utat Szocsiba. Köszönöm.